magyar bajnokság után két hétig itt voltunk Lenegerbe, ez másfél héttel a VB előtt volt, és akkor már éreztük, hogy amit itt munkát még el tudunk végezni, az nagyon jól ment, jól működött, és tényleg itt len lenni, itt eltölteni a szabadidőt is egy nagyon felemelő élmény volt. Tehát gyakorlatilag úgy mentünk ki a világbajnokságra, hogy éreztük, hogy ha formába hozással nem lesz gond, és már pedig miért lenne, akkor itt jó eredmények születhetnek. Valahogy én úgy éreztem, hogy vagy a 200 vegyes lehet a főszámom, vagy a 100 pillangó. A 200 vegyes, vagy a 200 pillangót egy kicsit olyan nehéz számnak gondolja az ember, és én is úgy éreztem, hogy hát ebben már nem biztos, hogy van keresnivalom, de most abszolút azt érzem, hogy nekem találták ki ezt a számot, és alig várom, hogy újra versenyezhessek, de addig is még újra versenyzek, addig tudom, hogy még rengeteget kell edzeni, és vannak olyan bizonyos dolgok, amiket javítani kell, és jobbá tenni, úgyhogy hál' Istennek van még lehetőség a fejlődésre. Igazából túl hamar indítottam meg a hajrát a 200 pillangó döntőjébe, és az utolsó 50-en, az utolsó 25 méteren hát gyakorlatilag meghalt a karom, és alig tudtam végtolni. És onnantól kezdve már számoltam a métereket, hogy mikor jön a fal, és nagyon reménykedtem benne, hogy én tudom elsőnek elérni. Hát ez szerencsére sikerült, de ezen még javítani kell, hogy esetleg a taktikán változtatni, vagy pedig az erőmön, vagy hát az állóképességem annyit javítani, hogy az utolsó 25-ön ne legyen ilyen probléma. A célba érkezésnek, hogy az utolsó pár tempót azt levegő nélkül tesszük meg. Ezt a VB előtt az utolsó pár hétben kezdtük el igazán gyakorolni, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog volt. Az volt bennünk, hogy tudtuk, hogy szoros lesz, és hogyha véletlen nem nekem jön ki jobban a fal, akkor ne azon múljon, hogy most vettem el levegőt vagy sem, hogy ezzel ne kelljen magunkat gyötörni. Folytatjuk tovább az utat, nagyjából a mostani felkészülés alapján tovább tudunk indulni, tudjuk mi az, ami nagyon jó volt, mi az, amit tovább kell csinálni, és mi az, amit egy picit változtatni kell, kicsit másképp csinálni, úgyhogy ezen elindulunk, hát szerencsére Rióig még rengeteg időnk van, és úgy érezzük, hogy ez a felkészülés, ez így működhet és menni fog. Jelenleg úgy érzem, hogy én inkább a pillangóúszásba keresném a versenyzési lehetőséget. Természetesen a vegyes úszást nem dobom a háttérbe, a felkészülést ugyanúgy vegyesen fogom folytatni, hiszen csak pillangó felkészülést nem lehet csinálni, és a vegyes úszás minden izmot és mindent megmozgat, úgyhogy ezt folytatom. Talán meglátjuk évközben, hogy mennek a versenyek, hogy mennek az úszások, hogy kiválasszuk azokat a számokat, amikben potenciálisan a legerősebb lehetek majd. Nagyon, nagyon jó volt a nászút, nagyon sokat tudtunk tényleg pihenni, élveztem a tengerpartot, a napsütést, és úgy tudtam visszajönni, hogy úgy éreztem, hogy feltöltöttem. A jövőbeli tervek az, most a rövidpályás EB lesz decemberben, most erre készülünk fel, jövőre lesz Európa-bajnokság még, az olimpia előtt az még mindenképpen, ugye az olimpia, és hát utána, az olimpia után, ami a következő gondolatom, az a budapesti világbajnokság majd 2017-ben. Ennyire tekintek előre, utána azért már el kell gondolkodni, hogy merre, hogyan és mint tovább.